A KSH augusztusi béradatai alapján a rendszeres bruttó jövedelmek emelkedése lassult, a reálbérek grafikonja viszont lefelé fordult. A reálbérek 2022. augusztusában éves viszonylatban mindösszesen 0,9%-kal emelkedtek. Azt tehát nem lehet cáfolni, hogy emelkedtek a bérek, de messze nem olyan mértékben, hogy az jelentősen hasson az inflációra. A reálbérek a tendencia alapján átléptek a negatív tartományba, azaz a vásárlóerő csökkenésnek indult. A KSH adataiból az is látszik, hogy az infláció emelkedése nagyjából 2021. áprilisánál kezdett el kisebb ingásokkal felfelé kúszni. 2021 háromnegyedénél monoton emelkedésbe váltott át, majd 2022 felénél vált turbulenssé. De vajon mi kezdte el ekkora mértékben emelni az inflációt? A HR portál cikke szerint az első számú okozó az energiaár. Természetesen az energiaár csak az egyik tényező, bár talán a legfontosabb. A másik tényező a forint. Az emelkedő energiaárak mellett a forint gyengélkedése is fűtötte az inflációt. Az MNB igyekezett kamatemeléssel letörni ezt a folyamatot, azonban a forint erre nem reagált. Hát olyannyira nem, hogy az Eurostat mérései szerint már 22% közelében jár az infláció, hazai statisztikai hivatal csak 21%-ot mér. Dávid Ferenc országgyűlési képviselő, a DK gazdasági árnyék miniszterével beszélünk erről a kérdésről, mármint arról, jó reggelt kívánok, hogy ez az infláció vajon miből táplálkozik, és ugye amiről a felvezetésben szó volt, hogy fenyeget a veszély annak, hogy az ár-bér spirál megindul, ha ugyan már nem működik, és nem ez a két dolog hajtja egymást és gerjeszti. Azokat a napokat éljük, amikor a bértárgyalások már megkezdődtek, bár még érdemi eredményt nem vezettek, rendkívül nehéz helyzetben vannak a szociális partnerek, mert ha belegondolunk abba, hogy van egy olyan munkavállalói réteg, itt a felvezetőben önök elmondták, hogy hiába volt idén 20%-os minimál béremelés és garantált szakmunkás bérminimum emelés, hiába növekedtek az átlagkeresetek 16-18%-kal, az infláció gyakorlatilag fölzabálta, és most már reálbér veszteségben. Ugye ez a munkavállalói oldal. De a vállalkozói oldal is borzasztó nehéz helyzetben van, hisz üti a rezsiválság, másrészt nagyon komoly bérigények merülnek fel. Tehát én azt gondolom, hogy valahol a magyar kormánynak az eddigi szokásaitól eltérően a bértárgyalásokat nem előkelő idegenként kell figyelni, hanem egy olyan, hogy mondjam, mediátornak, olyan játékvezetőnek, most a futball VB szabait szabad használni, aki nagyon-nagyon vigyáz arra, hogy a felek ne ugorjanak egymásnak, arra is nagyon vigyáz, és épp az árbérspirálla, hogy olyan bérmegállapodás legyen, amelyik nem gerjeszti az inflációt. Ez ugye csak úgy valósítható meg, hogy a valóban jogos munkavállalói követeléseket, kéréseket megpróbálja minimum szinten teljesíteni, tehát a minimum az, hogy az inflációt kövesse, ugyanakkor ezt úgy tegye meg, hogy a termelő és kereskedő vállalkozásoknak a költségei ne emelkedjenek. Ez csak úgy lehetséges, ha további adó és járulékkedvezményeket ad a kisvállalkozói körnek, ugye ők fizetik ezeknek a minimálbéreseknek a legtöbb ilyen jellegű bért, több mint 1,1 millió ember direkt módon, közvetlen módon ezen a bérskálában. Tehát nagyon ügyesnek kell lenni az államnak, és még van még egy plusz feladata, ami szintén nehezíti, hogy maga a magyar állam nem csak játékvezető, nem csak segítő, hanem egyben a legnagyobb magyar munkáltató is, tehát a saját érdekkörében is meg kell tudni oldani ezt. Ez egy nagyon nehéz feladat, amivel a belátszásban vitatkoznék, elnézést kérek, hogy azt mondta, ha jól emlékszem a hang, hogy 21 óta kezdett el indulni a magyar inflációs pálya. Tévedés. A magyar inflációs pálya 2017-18-tól kezdett indulni, és a robbanásszerű következmények azok következtek be most idén, de 2017-18-ban a magyar pénzromlás üteme már a duplája volt az európai ütemnek. És mennyire súlyos ez az infláció, azt hogy szeretném elmondani, hogy ha leszámítjuk a három balti országot, akkor Magyarországon a legmagasabb, az Európai Uniós inflációs ütemnek a duplája, és ami nagyon rossz hír, hogy a 27 tagú Európai Unióból 13-ban emelkedik már csak az ütem, a többibe csökken vagy stagnál, sajnos mi abban a 13-ban vagyunk, ahol továbbra is növekszik az infláció üteme, tehát a most ismert 21-22% még nem a teteje. Ugye hát a gond az nem is az, hogy duplája az infláció itt, mint ott, hanem hogy nem mindegy, hogy ahogy mondta, 17-18-ban mondjuk
az unióban 1% volt, itt pedig 2, az is a duplája, vagy most az unióban 10, nálunk pedig 20, ez a nagyobb probléma. Természetesen, arról nem beszélve, hogy ezek az országok, ahol ennyivel alacsonyabb, hát most Franciaországot tudom ennek hirtelen mondani, mert azt hiszem, náluk a legalacsonyabb, ugye 7,1%, ez egy harmada, és még belevesszük azt, hogy a francia nemzeti jövedelem, a francia hatékonyság hányszorosan a magyarnak, akkor lehet igazán mekkora büntetésben van a magyar lakosság. Ugye tulajdonképpen elébenve a kérdésemnek nagyon előlátó módon, és köszönöm, mert mindig ezt várjuk az ellenzék képviselőt, hogy adjanak megoldási javaslatokat, és már tulajdonképpen elmondta, hogy mit kéne csinálni a kormánynak már, mint az vagyis a bértárgyalások ügyében. De látja ön ennek a szándékát is akár, mert egyre tényleg a partvonalon kívül helyezkednek, semmilyen módon nem szóltak, vagy folytak bele a bértárgyalásokba. Közvetve legalábbis, hát direkt maga nem is kéne, de közvetve legalábbis látja annak jelét, vagy esélyét, hogy majd fognak segíteni ebben a kérdésben, akár a vállalkozóknak valamilyen fajta adókedvezményekkel, vagy a gazdasági környezet átalakításával? Hát ez nagyon sok lehetősége van a kormánynak. Azt megenged némi cinizmus tőlem, távol szokott állni, de az egy elképesztő dolog, hogy a bértárgyalások kellős közepén, amikor ön is, én is érzem, hogy egy rettenetes nagy feszültség van, akkor igazából még azt sem tudjuk egyébként, hogy a konkrétan az érdekegyeztetés melyik minisztérium az tartozik. Tehát fontosabb volt szétszabdalnia az előző, azt technológiai és ipari minisztériumot, szétdobálni feladatokat. Én úgy hallottam pletyka szinten, hogy a gazdaságfejlesztési minisztérium az tartozik, de úgy látszik, hogy november végén, november 29-én ez nem annyira fontos. Ugyanakkor viszont visszatérve a normál beszélgetés menetbe, azt gondolom, hogy tisztában kell velük lenni, hogy mekkora a felelősség. Tehát egyrészt nem lehet, hogy mondjam, letérdeltetni a kisvállalatokat, nem lehet az, hogy nem kapnak a munkavállalók, legalább az ellentételezést nem kapják meg a veszteségnek. Itt még zárójelben hozzáteszem, nem csak a munkavállalókkal van adósságuk, a 2,5 millió nyugdíjasra is adósságuk van. Tehát itt előkelő idegenként viselkedni, illetve egy picit hátradőlve oldjátok meg, ti vagytok a szociális partnerek, na ez biztosan nem megy. Hát lehet mondani, hogy a piacra bízzák a probléma megoldását. De hát az hát érdekes lenne, ha ők mondanák, hogy a piacra bízzák, mikor az ásapkákat szaporítják, a különböző beavatkozásokat meg, aztán azt hiszem, hogy ezt a kommunikációs hibát nem fogják elkövetni. Az egyik az árbérspirál, aminek a veszélye ugye itt leselkedik, és talán már működik is, de a másik még egy szakértői cikkben olvastam Gál Istvántól, hogy az árspirál hatása is érzékelhető, tehát vannak indokolt és mondjuk a külső tényezőktől függően, energiárak és egyebek miatti áremelések, és aztán vannak olyanok, amelyek ezek árnyékában, mint egy túlfűtött vagy inflációs hangulattól vezérelve sok helyen a termékeket olyan módon is emelik az árát, hogy azt mondják, hogy mint egy úgyis infláció van, az emberek észre veszik, természetes más is 20%-kal drágább lett, és indokolatlan is emelnek árakat olyan helyeken, olyan termékeknél, és egyébként azt mondjuk a nyersanyag vagy az energiapiaci árak növekedése nem feltétlenül indokolna. Ez sajnos normál piaci belejárójának tartom, bár rendkívüli módon nem örülök neki. És ugye ebben az is benne van, hogy most az évvégi hajrá van. Tehát ha kereskedelemre gondol, ugye mi fogyasztóként most mindent el lehet adni, úgy feszíti az állatokat. Én azt gondolom, hogy ha a kormány olyan jellegű intézkedési, amik hűtik a gazdaságot, most beszéltünk arról, hogy például egy kiegyensúlyozott hiteles bérpolitika, vagy azért lehetne tenni, a Magyar Nemzeti Bank is kommunikálhatna olyan számokat, ami megnyugtatná a lakosságot, akkor ha ezt az évet valahogy túléljük, elnézést, hogy ezt mondom, akkor a jövő és a kereslet azért szűkülni fog, ez egészen biztos, ez már érzékelhető, akár a beruházási keresletben, de a KSH számai is mutatják, hogy összegben többet költünk, mint tavaly, de volumenben, tehát természetben, naturáliában már kevesebben. Na most abban a pillanatban, ha ez a folyamat áthatja a magyar gazdaságot, akkor ez a fajta áremelés nem tud érvényesülni, egyszerűen nem fogja megvenni, azért, mert nincs pénze. Ugye ezt az évet már nem fogja befolyásolni, ha egyáltalán megkapjuk az uniós pénzeket, talán jövő tavasszal, de ha megkapjuk, az sokat lendíthet-e, segíthet-e ezen a helyzeten, vagy pedig másik oldalon nézve van annak reális esélye, ami felvetődött már, hogy esetleg az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek közvetlenül kaphassanak pénzt az uniótól, vagy ez jogilag teljesen kizárt? Nem tartom teljesen jogilag kizártnak, nyilvánvalóan ezt most nem fogjuk tudni megbeszélni, neki mi a technológiája. Én azok közé tartok, akik nagyon szurkol, hogy Magyarország megkapja a pénzt, sőt, még oda még a vágyamat is elmondom, nagyon drukkolok, hogy megkapja ezt a pénzt. Abba viszont rendkívül
rendkívül sok kétségem van, miután a pénz nagyon sokat segítene, hogy ez a pénz valóban oda fog-e kerülni, ahova kell. Most azt hiszem, hogy ezen megy a box. Hát az uniónak is ez a kétség, ezért kétség. Nyilván, persze, teljesen nyilvánvaló, és az legelső ehhez kapcsolódó kérdés az volt, hogy ennek az országnak szüksége van rá, mint egy falat kenyére. Ugyanis ha abban a pillanatban, hogy az uniós pénz kvázi megvan, abban a pillanatban a forint árfolyama javulhat, abban a pillanatban a piacok megnyugodhatnak, abban a pillanatban az infláció, ha nem is viharos gyorsasággal, de elindulhat lefele. Tehát ennek nem csak materiális, nem csak anyagi hatása van, hanem lélektani, pénzügyi, politikai hatása is van. Dávid Ferenc, köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt.